Több tonna segítség, adományt kaptak a Degri utcai gyerekek. Pandémia után a koronavírus átalakította a diák munkapiacot. Virágzik Magyarország egyik legritkább növénye, csak Békés megyében található bókolózsája. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A szakemberek szerint katasztrofálisan alakultak a turisztikai ágazat bevételei az elmúlt két hónapban. A könnyítések miatt most a hazai és a külföldi utazások iránt is megélénkült az érdeklődés. Ha lassan is, de beindul a turizmus. Az egyik gyulai utazási iroda szakemberei szerint a turizmust a rugalmasság mentheti meg az idei évben. Egy darabig biztosan arra lesz igény, hogy kicsit szeparáltabban nyaralhassanak. Szinte minden a turizmusból jelentős bevételre szertevő ország igyekszik élénkítő ajánlatokat tenni. Például, ami most ebben a helyzetben újdonság, és az elsők közt ott van például Ciprus, aki pont most olvastam egy cikkben, hogy felvállalja, átvállalja a költségeket, ami koronavírussal kapcsolatban, illetve karanténnal kapcsolatban felmerül, és én úgy gondolom, hogy az lesz az észszerű, hogy többen is be fognak állni ebbe a sorba. Az olasz tartományokban többen már olyan akciót is hirdettek, amelynek részeként fizetik az úti költség és a szállás díj egy részét. Európában az egyik nagyvesztes az itáliai turizmus lehet. A napágyak, illetve a napernyő közötti távolságot konkrétan kimérik, hogy a 1,5-2 méter távolság meglegyen. Az olasz tengerparton a távolságtartási szabályok betartása mellett igyekeznek megoldani a strandolást. A szakemberek szerint nagyon rossz helyzetben vannak a hajótársaságok. Elvesztették a nyaralni vágyók bizalmát, hiszen ott a turisták több napon vagy akár héten keresztül összezsúfoltan utaznak. Pont ezen szeretnének változtatni, a férőhelyek töredékét adnák ki a szállodahajókon. Az étkezésnél is új protokollt vezetnek be, a szabadszedést, azt nagyon sok hajótársaság most már beszünteti, a büférendszer megmarad, viszont a személyzet szolgálja ki ott is az ételeket. Az utazók megnyugodhatnak, jelenleg már több utasbiztosítási csomag elérhető a piacon, amelyek ellátást biztosítanak a koronavírusos megbetegedés idejére is. Az félreértés, hogy a biztosítók nem állják a megbetegedés költségeit, hát a megbetegedés költségeit állják a biztosítók. A karanténnak, tehát ha egészségesen valakit két hét karanténba bezárnak, annak a költségeit nem fedezi ugye az utasbiztosítás. A jelenlegi könnyítések bevezetésével lehetőség nyílik az utazásokra, de a hazatérőknek a nyaralást követően két hét karanténba kell vonulni. A legújabb szabályok szerint ez alól kivételt képez Ausztria, Szlovákia és Csehország. Ezekbe az országokba korlátozások nélkül utazhatnak ki és vissza a turisták. Ötödik alkalommal látogatott Békés megyébe a Kóp Segély Alapítvány kamionja. A jármű kedden a Degri utcai Békés megyei Szociális Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz érkezett meg. A szállítmány csak nem 4 tonna súlyú élelmiszer tartalmazott, összesen 25 millió forint értékben. Így parkolt le a lerakodáshoz a Kóp Segély kamion kedden a Degri utcai intézet udvarán. A közel 4 tonnás élelmiszercsomag ünnepélyes átadásán elhangzott, hogy a kereskedelmi csoport alapítványa már 10. éve végzi karitatív tevékenységét. Természetesen azt szeretnénk, hogy ezzel hozzájáruljunk az itt élő gyerekek életminőségének a javításához. Bízom benne, hogy nem csak örömet tudunk vele szerezni, hanem jobban is érzik magukat ezek fogyasztása után. Az adomány ezen felül az intézmény étkeztetési költségvetését is segíti. Az így felszabaduló források más élmény alapú célokra is fordíthatók, tette hozzá dr. Rédei István. Az országszerte összesen 87 tonnányi élelmiszert szállító Kóp Segély kamion 5. alkalommal érkezett a Degri utcai intézménybe. 351 gyermek számára azért egy olyan támogatást ad, különleges szükségletű gyermekek számára, ami megkönnyíti egy kicsit a mindennapokat, kicsit gazdagabb lesz az asztal.
Az intézményhez jelenleg 711 fő állami gondoskodásban élő gyermek tartozik, akik azonban nem véglegesen maradnak ott. Az alapellátás ugyanis a családi körülmények rendezésén és a visszagondozáson dolgozik, emelte ki az intézményvezető. A saját márkás alapélelmiszerekből álló csomagok az ország mind a 19 megyéjében idén összesen 8268 gyermekhez jutnak el. És örülünk annak, hogy a Békés megyei kormányhivatal részese lehetett ennek a mai eseménynek, hiszen én azt gondolom, hogy mindig egy szívet melengető dolog az, amikor gyermekeknek juttathat valaki adományt és adhat nekik. Különösen igaz ez abban a helyzetben, amikor az érintettek speciális ellátást igénylő gyermekek, hangsúlyozta a főigazgató. Mint mondta, a járvány egyaránt terheket rótt az intézmények dolgozóira és a nevelőszülőkre is, így ilyen adományokra ebben a szektorban mindig szükség lesz. Több mint két hónapon keresztül digitális oktatásban, nevelésben részesültek a gyermekek. A hosszú kényszerszünet alatti digitális eszközhasználat a fiatalok viselkedését negatívan befolyásolhatta. Fajzi György iskolapszichológus szerint egy gyermek viselkedés változása jel lehet arra, hogy valamilyen problémája van. A Kun család éppen hazaérkezik. Brenda és Dalma több mint egy hete jár újra óvodába. Édesanyjuk elmondta, az elmúlt időszakban főleg a barátok hiánya nehezítette meg a mindennapokat. Zöldséghét van. Azt mutatja óvonéni, hogy lehet répát készíteni a kis kezünkkel. Az EOV ugyanakkor egy mankó volt, hogy a hétköznapokban segíteni tudják a gyerekek mindennapi rutinját. Az óvodapedagógusok rendszeresen küldtek meséket, mondókákat és videókat. Pici mese, aztán van nekünk pihenni, jó drágám? Jó, de... Az édesanyja eközben azt is észrevette, hogy a sok telefon és tablet használat nincs jó hatással gyermekeire. Éppen ezért a digitális eszközök használatát minimálisra csökkentette. Ez az? Helyette sokkal több kézműves és kreatív feladatot, valamint szabadtéri elfoglaltságot talált ki gyermekeinek. Kontrollálni úgy tudtam, hogy egyszerűen kikapcsoltam és elvettem, vagy felkészítettem őket, mindig mondtam, hogy készítek lelkileg, mert most már lejárt ez a meseidő, vagy ez a kis mondókás, mert a kicsi inkább mondókákat szeretett nézni, vagy szeret nézni, és akkor felkészítettem őket, hogy most már ki fogom kapcsolni, mert megyünk pancsizni, vagy az udvarra, és akkor csak elvettem, nem volt ebből semmi különösebb baj. Túlzott eszközhasználatról akkor beszélhetünk, ha egy gyermek érdeklődési köre egyoldalúvá válik. Ekkor a viselkedésükben feltűnő lehet a visszavonulás, illetve sok esetben az idegesség, mozgékonyság. Erről már dr. Fajzi György iskolapszichológus beszélt. A szakember szerint a járvány miatt kiéleződött a helyzet, mivel mindent megpróbáltunk digitális eszközökkel helyettesíteni. Mindezt pedig túlzásba lehet vinni, ezáltal pedig a negatív hatásai domborodnak ki. A digitális eszközök használata egy rendkívül sok ingert ad a gyermeknek, egy érdekességet, akár játszik, filmeket néz, szórakozik, ugyanakkor nagyon kényelmes. Nem kell érte tenni semmit, nem kell megmozgatni a fantáziáját, hogy vajon milyen volt az a sárkány, hogyha felolvasták neki, akkor ezt muszáj volt elképzelnie. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon egyoldalú. Nagyon fontos, hogy a szülők beszélgessenek a gyerekekkel, és készítsék fel őket arra, hogy már megváltozott a helyzet, tette hozzá a szakember. Fajzi György kiemelte, érdemes a szituáció pozitív oldalát megvilágítani, hiszen a gyerekek újra találkozhatnak a csoporttársakkal, osztálytársakkal, és ismét dinamikusabbak, változatosabbak lehetnek a mindennapok. A koronavírus járvány legerősebben a gazdaságot érintette Magyarországon is. A munkaadó cégek, vállalkozások a korábbi évekkel ellentétben várhatóan nem tudják hasonló feltételek mellett alkalmazni a szünidőben dolgozni akaró diákokat. Nem csak a munkaerőpiac, de a diák munkaterén is változásokat hozott a koronavírus járvány. Bár a motivációk különböznek, sok megyében élő fiatal vállalna munkát az idei szezonban is. Én az elmúlt években nem jelentkeztem diák munkára, de idén megpróbáltam. De ahogy látom, fogynak el a munka lehetőségek egész megyében, a megyei szinten kerestem csak.
Számomra inkább az lesz az érdekes, hogy mi fogja mozgatni idén a diákságot. Mert ugye eddig itt voltak a fesztiválok, akik voltak, akik egész nyarat végig dolgozták azért, hogy egy hétre elmenjenek, bőpénz, és ne kelljen akkor a szülőt lehúzni, úgymond. Sokan helyezkednek el pénztárosként vagy felszolgálóként, de az idénymunkák is népszerűek voltak, így a meccsedés, a címerezés és a dínyézés is, tette hozzá a diákpolgármester. Az iskola szövetkezetek tevékenysége szorosan összefügg az áruházláncok, vállalkozások és az agrárium helyzetével. A márciusban Magyarországon is megjelenő koronavírus a munkaszervezést is jelentősen érintette. Körülbelül 50% alatti a diák foglalkoztatás visszaesése, és jelenleg a vészhelyzet kihirdetése óta ez nem emelkedik, nem javul olyan gyors ütemben, mint ahogy azt akár a diákok vagy a munkáltatók szeretnék. De vannak már jelek arra, hogy a nyáron fognak tudni dolgozni a diákok, de az biztos, hogy nem olyan létszámban és óraszámban, mint például az elmúlt 3 évben. A veszélyhelyzet kihirdetése utáni 3 hétben a lakosság nagy mennyiségben vásárolt árucikkeket. A megnövekedett raktári és értékesítési munkákba sok fiatal kapcsolódhatott be, tette hozzá Szolga Judit. Hangsúlyozta, hogy a nyári hónapokban elsősorban azoknak a diákoknak biztosította munkahelye, akik a szorgalmi időszak alatt is dolgoztak. Ugyanakkor az idény munkák elérhetők lesznek, a járvány ugyanis a mezőgazdaságot egyáltalán nem érintette. A beköszönő nyár a rovarokat, a kártevőket és a vérszívókat, így a kullancsokat is előcsalogatja. A szakemberek szerint kellő odafigyeléssel elkerülhetők a súlyos betegségek. A kullancsokat főként a természetben, a dús aljnövényzetben találjuk meg. Kellő odafigyeléssel azonban mindenki elkerülheti a kellemetlenségeket, amelyek akár egy szabadtéri túrán jelentkezhetnek. Hazaérkezés után érdemes átvizsgálni magunkat, különös figyelemmel a puhább bőrfelületekre. Ha kullancsot tapasztalunk magunkon, akkor a legbölcsebb dolog a gyors eltávolítás. Erre különböző csipeszek állnak most már rendelkezésre, de pusztán egy sima csipesszel is kiemelhető. Ha a kullancs feje beletörik a bőrbe, kis idővel idegen testként magától kilökődik. Az adott bőrfelületet fertőtleníteni kell, majd érdemes figyelni az erre történő reakciót. A Lyme-kór bőrtünetei a kullancs csípés után 2-3 héttel jelentkeznek. Ha piros, kokárdaszerű bőrjelenség alakul ki, akkor mindenképpen házi orvoshoz kell fordulni. A kullancs kétféle gyakran előforduló betegséget terjeszt. Egy vírusos agyhártyagyulladást okozó betegséget, illetve egy bakteriális, úgynevezett Lyme-kórt terjeszt. A vírusos agyhártyagyulladás ellen létezik védőoltás, ezek évtizedek óta elérhetők, használhatók, mindenkinek javaslom is őket. A védekezés felállásához legalább 2, maximum 4 hét szükséges. A bakteriális fertőzés ellen nincs védőoltás, de jól kezelhető antibiotikummal. Tette hozzá a házi orvos. A nem megfelelő kezelés neurológiai szövődményeket eredményezhet évekkel később. Így ezt megelőzve érdemes védőoltást kérni, amit 3, majd 5 évente kell ismételni. Még virágzik Magyarország egyik legritkább lágyszárú növénye, a bókolózsája, amely mára már csupán néhány Békés megyei területen található meg az országban. A hazai őshonos állományt mindössze 350 tő alkotja. A szakemberek az elmúlt években több helyen vetették el a fokozottan védett növény magjait, így jelentősen megnőtt a magyarországi egyed száma. Régi időket idézi ez az apró löszrét a szántóföldek gyűrűjében, ahol az egykor elterjedt növények zavartalanul szaporodhatnak. A megye egyik legforgalmasabb útján úgy hajtanak el az autósok, hogy nem is veszik észre, hogy közvetlenül a főút mellett virágzik Magyarország egyik legritkább növénye, a bókoló, más néven kónyazsája. Az út mellett található mesdjét 1985-ben Békés megye tanácsa védetté nyilvánította. Ez a néhány négyzetméter azóta is helyi védettség alatt álló terület.
Kónya zsájánál, a virághajtáson szinte alig vannak levelek. Itt éppen Sallainé Kapocsi Judit botanikus mutatja be, hogy milyen jellegzetességei vannak a növénynek, amely elterjedésének hazánk a nyugati határa. Ennek a sztyep zónára jellemző fajnak összefüggő állományai Ukrajna középső és déli részén találhatóak, valamint Romániában vannak még nagyobb kiterjedésű területei. Magyarországon az 1800-as évek elején még elterjedt volt a Dunatisza közén, Kecskemét, Szegléd környékén is, valamint Békés megyében is több ponton, Tótkomlós és Szarvas határában is voltak elterjedési pontjai. Azonban későbbiekben sajnos megritkult a jó minőségű területeknek a felszántásával. A bókoló zsájának Magyarországon két őshonos állománya van. 100 tő él az orosházához közeli Nagy Tatársáncon, és 250 tő növekszik Szarvas és Kondoros között, a 44-es főút mellett az árok partján. Ez utóbbi helyszínen a Nemzeti Park szakemberei a fokozottan védett növény magjait elvetették közvetlenül az őshonos állomány mellé egy 1 hektáros területre, ahol így 20 év alatt mintegy 4000 új tövet tudtak szaporítani. Emellett a szakemberek két további löszréten is telepítettek állományt. Külön vásároltunk földterületeket, és külön állományokat hoztunk létre, tehát hogyha egy ilyen havária esemény bekövetkezik, akkor az állományt azt vissza tudjuk pótolni, és ez most már stabilitást is ad ennek a két populációnak. A ritka növénynek május közepén van a virágzási csúcsa, de még a napokban jól megfigyelhetőek a 120-130 cm magas, tetején lefelé hajló lila virágzatok. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!